Ahogy ígértem, ma újra egy ima harcosnak, egy ima hősnek az életével fogunk kezdeni. Egy kicsit megnézzük az életéből, hogy miket tanulhatunk. Ez az ima hős, akinek az élete most előtérbe kerül, ez Oswald Sanders. Itt mutatok tőle egy könyvet, Lelki vezetés. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek ezt a könyvét, amit a vezetésről írt. Egy néhány szót szólnék először arról, hogy akinek esetleg nem ismerős az ő neve, mit lehet róla tudni. 1902-ben született, és 92-ben, tehát 90 éves korában költözött haza az Úrhoz. Több mint 40 könyvet írt a keresztény életről. Azért ez egy igen komoly szám, és mindegyik könyve nagyon-nagyon sokat mondó és építő volt. A tengeren túli misszionárius közösségnek lett a vezetője. Kelet-Ázsiában is nagyon sok missziónak az elindítása az ő nevéhez köthető. És amit az imádságról tanított és elmondott, én most azokból gyűjtöttem össze egy kis csokrot, az egyik könyvében misszionáriusoknak a képzésével, felkészítésével foglalkozott. Úgyhogy most azok a gondolatok, amiket itt most hallani fogunk, ezt úgy képzeljük el, mint hogy most itt ülnénk egy felkészítő terembe, és közülünk mindenki rövid időn belül külmisszióba indul. Valaki elmegy Zambiába, valaki elmegy Szíriába, valaki elmegy Japánba, valaki Kínába. Tehát egy ilyen élethelyzetbe szedte össze ez a szerző azokat az ismerveket, hogy mik azok a legfontosabb tanácsok, amiket egy misszióba induló külmisszionárusnak el lehet mondani az imádsággal kapcsolatban. Úgyhogy nagyon gyakorlati, nagyon praktikus dolgok ezek. Szeretném most ezek közül egy néhányat elmondani, ami egy kis bátorítás lehet nekünk és az ima életünknek, és utána pedig fogunk imádkozni, és ezt egyből alkalmazni a gyakorlatban. Azzal kezdi a Sanders, hogy egy lelki vezetőnek, és most nem számít, hogy itt most milyen szintű vezetőről, hogy egy vasárnapiskola oktatóról, egy ifjúsági vezetőről, egy csoportvezetőről, tehát egy bármilyen szintű lelki vezetőnek mindenek előtt imádságba kell megelőzni az egyháznak úgynevezett többi tagját. A legfelkészültebb vezető mégis tudatában van annak, hogy vég nélkül fejlődhet az ima életében. És nagyon érdekes azzal kezdi Sanders, hogy az a terület, ahol a legkimagaslóbbaknak kell lennetek, hogy a misszióba indultok, az az ima élet. És érdekes, mert sok minden másra gondolhatnánk, hogy hát nyilván a nyelvtudás, meg a alkalmazkodás, meg, és azt mondta, hogy az ima élet. Ezen fog minden állni, vagy bukni, hogy ezen a területen hogy állunk az Istennel. Valaki azt mondta, idéz itt egy nagyon érdekes mondatot, hogyha meg akarnék alázni valakit, akkor az ima életéről kérdezem. Nem ismerek még egy olyan témát, mely ehhez fogható szomorú vallomásokat váltott ki az emberekből. Mert hogyha megkérdezem, hogy mi a véleményed erről a teológiai dologról, akkor mindenki elkezd tudni valamit mondani, én így gondolom, én amúgy gondolom. Amikor rákérdeznek, hogy hogy áll az ima életünk, hát ott aztán van sokszor szomorú vallomás, amikor nem az tükrözi a valóság, mint amit tudnunk, hogy kellene, vagy amit szeretnénk látni. Nagyon érdekes, misszionáriusnak az életéről nagyon sokat ír Sanders, azt mondja az egyik misszionárusról, azért volt nagy a nyilvános imádságban, mert álhatatos volt a személyes imádságaiban. Ha imádkozott, akkor számított rá, hogy Isten cselekedni is fog. Élete végén ez a misszionárius azt mondta, bárcsak még többet imádkoztam volna. Még ha így kevesebbet is dolgoztam volna, mégis szívem mélyéből kívánom, bárcsak jobban imádkoztam volna. És ezt egy olyan ember mondja, akit úgy ismertek, hogy az imádság volt az életének a mozgatója és az ereje, mégis az élete végén azt mondja, hogy bárcsak még többet tudtam volna imádkozni. És olyan érdekes, hogy azt mondja, hogy még ha kevesebbet dolgoztam volna, még akkor is inkább többet imádkoztam volna, mert egész más eredmény lett volna. Azt mondja utána Sanders, hogy mint minden egyébhez, az imádság művészetének elsajátításához is idő kell. Az erre fordított időn pontosan le lehet mérni, hogy mennyire tartjuk azt fontosnak. Amennyire fontos, annyira fogok rá időt szentelni. Fiatalokkal kicsit beszélgettünk erről pénteken. Ott elmondtam nekik, hogyha reggel vagy hajnal 4 órakor a magyar válogatottnak egy foci mérkőzése lesz, én biztosan nem fogok felkelni. De hogyha délután 2-kor adják, szerintem akkor se fogom megnézni. Van, akit ez nagyon érdekel, engem személy szerint annyira nem érdekel. Ha viszont valakinek nagyon fontos a magyar foci,
akkor ő fel fog kelni 4 órakor, mert látni akarja, mert fontos neki. Hogyha valakinek nem fontos, akkor nyilván nem fogja rávinni a lélek, hogy ő most felébredjen olyan korán. Ami nagyon fontos, azért megteszünk szinte bármit. És azt mondja Sanders, hogy mennyi időt töltünk az Istennel, és mennyi időt fordítunk az imára, az nagyon elárulja, hogy mennyire tartjuk ezt fontosnak az életünkben. Majd úgy folytatja, hogy az imádságról csak imádság által tanulhatunk. A filozofálgatás soha egyetlen lelket se tanított még meg imádkozni. Bármit lehet írni az imáról, lehet itt teologizálni, és nagyon-nagyon érdekes eszmecserét folytatni, de soha senki se tanult még meg imádkozni, úgyhogy nem imádkozott. Imádkozni úgy tudunk megtanulni, hogy imádkozunk. Érdekes, amit Jézusról mond, ha valaki megélhetett volna imádság nélkül, akkor az magának Istennek a fia lett volna. Ha az imádság buta vagy szükségtelen dolog, akkor Jézus nem pazarolta volna rá az idejét. Jól tudjuk, hogy Jézus nem pazarolta az idejét, nem csinált semmit fölöslegesen, mindent tökéletesen kihasznált, ami az idő volt és amivel tudott gazdálkodni. Ha nem lenne fontos az ima, akkor Jézus nem pazarolta volna erre az idejét. Nem ment volna el kora reggel, nem ment volna el késő este imádkozni. Nem mondta volna azt a tömegnek, hogy nekem most el kell menjek. De mivel Jézusnál ezt látjuk, ez nagyon fontos, hogyha Jézusnak erre szüksége volt, akkor felteszem, hogy nekünk is, sőt, nekünk sokkal nagyobb szükségünk van erre. Utána egy nagyon érdekes dolgot ír még Jézus ima életéről, azt írja. Jézus a külső erőlködés mindenféle jelenélkül vitt véghez csodákat. Mégis hangos kiáltással és könnyek között imádkozott és könyörgött. Minden életbe vágó imádság megcsapolja az ember életerejét. Az igazi közbenjárás áldozatot, véres áldozatot jelent tőlünk. Ez nagyon érdekes. Egy olyan ember, aki a missziós területen élte az élete nagy részét, és misszionásokat készített fel, azt mondja, hogy az igazi imádság, az igazi közbenjárás, az egy véráldozat. Az valamit ad magunkból. Az nem egy elmondok egy imát a dologért, és tovább lépek, hanem az megrendít. És érdekes, hogy tényleg azt látjuk, hogy Jézus szinte olyan könnyeden gyógyított meg bárkit, támasztott fel egy halottat, mégis, amikor imádkozott, és különösen a Getsemáné kertre gondolva, amikor tusakodott az imában, akkor azt látjuk, hogy vért verítékezve imádkozott. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden imádságában így meg volt viselve, de különösen a Golgota előtt. Ebből azt is látjuk, hogy nekünk is vannak harcaink, amiket imában kell megharcolnunk, és azokat nem lehet megspórolni. Aztán egy érdekes dolog, Hudson Taylornak egy idézete szerepel itt. Azt mondta Hudson Taylor, hogy lehetséges Isten segítségével hatni emberekre egyedül az imádság által is. Na hát ez nagyon érdekes. Sokan megtámadták Hudson Taylort ezért a mondatáért, amikor ezt mondta, hogy hogyan lehet már csak imával hatni az emberekre. Azért fontos megjegyezni, hogy Hudson Taylor nem egy olyan ember volt, aki hátradőlt, hogy ő nem csinál semmit és csak imádkozik, hanem belement a sűrűjébe. De azt mondta, hogy amikor el lett vágva az út, amikor nem tudott valakihez közeledni, és imádkozott, és imádkozott, és imádkozott, Isten még így is meg tudta nyitni annak az embernek a szívét. Azt mondta Hudson Taylor, hogy az élete során több ezer bizonysága van erről. És felvetették a kérdést, hogy akkor most lehet befolyásolni Isten akaratát, vagy a másik ember szabad akaratát, amikor imádkozok. Erre nagyon jó példa Müller György, amikor megkérdezték, hogy már több mint 50 éve, ezt talán múltkor is említettük, imádkozik egy barátjáért, és honnan veszi, hogy az meg fog térni. És azt felelte Müller György, gondolja, hogy Isten ennyi éven át imádságra késztetne engem, ha nem akarná üdvözíteni ezt az embert. Tehát Isten minket kér arra, hogy imádkozzunk. És hogy a imáinkon keresztül történik valami, végső soron az is az Istennek a kezdeményezése. Mert ő buzdít téged, és engem arra, hogy imádkozzunk. És ezt jó látni. És amit még egy idézetet szeretnék olvasni, tőle az Oswald Sanderstől azt mondta, hogy nem ragyogó elméjük, kimeríthetetlen erőforrásaik, fenséges kultúrájuk vagy örökölt tehetségük miatt voltak vezetők, hanem azért, mert az imádság ereje által rendelkezhettek Isten erejével. Ezek nagyon komoly mondatok. Ezeket leírni, és úgy, hogy ezek igazak is legyenek. Azt mondja, hogy nem a ragyogó elme, nem a kimeríthetetlen erőforrás, nem az anyaországnak a támogatása, nem egy kultúra, nem egy öröklött tehetség,
volt az, ami miatt a misszionárusoknak az életében hatalmas ébredések lehettek, hanem azt mondja, az imádság ereje által rendelkezhettek Isten erejével. És nem az ima ez az erő, hanem az, amit az imán keresztül, az Istennel kommunikálva, és az Istennek az ereje kapcsolatba lép velünk. És most szeretném, hogyha tudnánk ezekben az előttünk álló percekben imádkozni. Ahogy mondta a szerző, soha senki sem tanult meg még imádkozni, úgyhogy filozofálgatott. Imádkozni úgy tudunk megtanulni, hogy imádkozunk. És egy utolsó példát hadd hozzak most az ígéből, Pál apostol, aki az imának egy igazi bajnoka. Hogyha megnézzük az Új Szövetséget, a leveleit, azt látjuk, hogy állandóan azt írja, hogy és amikor rólatok emlékezek, és amikor értetek tusakodok, és amikor értetek járok közben, tehát állandóan imádkozott is, és imában jött az Úr elé. Egy nagyon érdekes dolgot mond a római levél 8. fejezetében. Jól ismerjük ezt az igét, de hadd olvassam fel egy kicsit tágabb környezetében. A 8. fejezetből fogom olvasni, tehát a római levélnek a 8. fejezetében azt mondja Pál apostol, a 26. verstől olvasom. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Pál apostol, ha most itt állhatna közöttünk, úgy hiszem, hogy tartatna nekünk egy jó néhány 20-30 órás tanfolyamot az imáról. Lehet az ablakba ülnénk, és mi is potyognánk kifele a fáradtságtól a végére. Olyan kimeríthetetlen tapasztalatai és bizonyosságai lennének. Mégis azt mondja Pál apostol, hogy amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. Ez mégis egy jó alap, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy kérjük az Úrtól, hogy taníts minket imádkozni, de tudnunk kell, hogy Isten szent lelke nélkül nem tudunk. Nem fogunk tudni. Bármennyit olvashatunk az imáról, bármennyit tanulhatunk az imáról, hogyha Isten lelke nem siet a segítségünkre, akkor nem tudunk úgy imádkozni, ahogyan kell. De csodálatos, hogy Pál folytatja, hogy de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata. Mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. És egy másik érdekes ige, a Máté 11-ből, ezt most akkor nem is olvasom, a Máté 12-ből, bocsánat, jól ismerjük azt a történetet, mikor Jézus arról beszél, hogy ha van egy erős ember, akkor annak a kincseit nem lehet csak úgy kihozni a házból, hanem mit kell előtte tenni? Megkötözni. Ezt az igét talán ritkában vesszük elő, de Oswald Sanders hosszasan, vagy kicsit bővebben fejtegeti, aki szeretné nyugodtan majd olvassa el ezt a témát, hogy ez egy olyan szellemi hadviselés, hogy nem egy embernek a cselekedeteit kell csak látnunk, hogy valaki valamit rosszul tett, hanem próbáljuk úgy látni, ahogyan Jézus látott. Az egyik tanítványa szól valamit, és Jézus nem azt mondja csupán, hogy hogy mondhattál ilyet, hanem azt, hogy távozz tőlem, Sátán. Jézus mögé látott a dolgoknak, hogy mi az, ami mozgatta Péternek azt a mondatát. És arra bátorít a testvér, hogy amikor imádkozunk, és olyan emberekért imádkozunk, akik most maradjunk annyiban, hogy tenger alatt járó üzemmódban vannak a délelőtt alapján, akkor imádkozunk azért, hogy az Isten szabadítsa fel őket, azok az erősségek alól, amik megkötözték őket. Mert ha beengedtek az életükbe bizonyos dolgokat, bizonyos erős embereket, akkor azokat Jézus Krisztus nevében meg kell kötözni ahhoz, hogy kiszabaduljon onnan a fogoly. De a jó hír az, hogy Jézusban megvan erre az erő. És ezt nem magunktól kell, nem a saját erőnkből, nem a saját okoskodásainkból, hanem Jézus Krisztus vére által és erejével. És legyen ez, ami most vezet minket, hogy ugyanígy a lélek is segít a mi erőtlenségünkön. Amikor az ima életünkre tekintünk, akkor talán ez egy jó szó, az erőtlenség. Hogy imádkozunk, de érezzük, hogy olyan erőtlenek vagyunk sokszor. De olyan csodálatos ez, amikor azt mondja az ige, hogy a lélek segít az erőtlenségünkön. Csütörtökön megnézzük azt a történetet, amikor Dávid és a serege visszatért, és mire visszatértek a helyükre, azt vették észre, hogy kifosztottak mindent, elvitték az összes feleséget, gyereket, fiút, lányt, minden felszerelést, minden oda lett, és utána még a sereg annyira
elkeseredett, ő már azon tanakodtak, hogy megkövezik Dávidot. És azt mondja a Biblia, hogy olyannyira elkeseredtek, annyit sírtak, olyan sokáig sírtak, hogy a végén már sírni sem tudtak. Nagyon-nagyon-nagyon mélyre zuhantak. És utána van egy csodálatos igevers, akik ott voltunk csütörtökön, emlékszünk rá, hogy folytatódik? De Dávid erőt kapott az Úrtól. Egy ilyen helyzetben, amikor a lélek a segítségünkre siet és felemel. Én erre vágyok, hogy ezt tapasztaljuk meg, és most szeretném, hogyha ezek a gondolatok után tudnánk imádkozni. És ezek az emberek, akiket ilyenkor megnézünk, akár Müller György, akár most Oswald Sanders, akár még sokan mások, bátoríthatnak minket, példát vehetünk az ő hitükből, az ő imádságaikból, de ami az igazi erőségünk, az Istennek az igéje, és a Szent Lélek, aki a segítségünkre siet.